A Heves megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság idén 4 alkalommal rendezte meg a pszichikai gyakorlatot. A záráson a Mátrai Erőmű Létesítményi Tűzoltóság 13 munkatársa 3 fős csapatokban teljesítette azt az EGRI tűzoltó parancsnokságon. Teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékkel, kötélbiztosítással indultak Jonatán a Fabábú megmentésére. Méghozzá füsttel teli, labirintusszerű szűk térben. Szerelj vissza! Sok-sok lámpát, igen. Hasonló feladatot 2006 óta kötelező gyakorolni. Akkor történt tragédia Budapesten. A Műszaki Egyetemen 3 tűzoltó veszítette életét ilyen szituációban. Ezeknek a pszichikai gyakorlatoknak a célja, hogy a létesítményi tűzoltók is gyakorolhassák labirintusszerű, ismeretlen zárt helyiségben, amely füsttel telített az életmentést. Az ismeretlen, veszélyes helyen végzett mentés, oltás a hivatásosokat is nehéz próba elé állítja, hát még a létesítményi tűzoltókat. Ők ugyanis az adott cégnél végzett munkájuk mellett teljesítenek szolgálatot. Az erőműbe előfordulnak kisebb-nagyobb tüzek, hát az én rajomnak, hál' Istennek, nagyobb tüze nem volt, de kisebb tüzeket természetesen oltottunk. A gyakorlat sikeres volt, Jonatánt épségben kimentették.